elkezdődött a katolikus óvoda kialakítása, karcagi delegáció Franciaországban, kevés lesz idén a dió, lejárt a gépjárműadó befizetés határideje. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. szeptember 16-án 18 óra 5 perckor. Elkezdődött a városban a katolikus óvoda kialakítása. A részletekről Gulyás Zsolt plébánossal beszélgettünk. A volt Adúcsepel oktatási központ udvarán és a szomszédos Ady Endre utcai telken négy csoportos óvoda építése kezdődött. Nagyon örülünk annak, hogy eljutottunk idáig. Ugye a terveket már korábban is bemutattuk, és itt az iskolában is, illetve itt a templom bejárati felé újságon is el volt helyezve a terv, tehát egy négy csoportos óvoda építése kezdődött meg így főként itt most augusztusban beszélünk, ott bizonyos dolgokat már elbontottak, de maga a főépület az marad, tehát az egyházmegye építi ezt az óvodát, és fontosnak tartotta az egyházmegye az, hogy a meglévő épület az megmaradjon, illetve hozzáépüljön az óvodához. Itt főként a konyhai rész lesz kialakítva, illetve különböző irodahelyiségek, ami az óvodához szükséges, hogy tartozzon. 2022 második felében inkább a vége felé tehető. Ezt most így nem szeretnék így, ugyan a szerződés szerint megvannak már a dátumok, de reménykedünk és bízunk benne, hogy addigra el is készül. De most így pontosan nem tudom megmondani, hogy mikorra várható, hiszen bármi közbe jöhet. Ha a határidőt lehet tartani, akkor a jövő szeptemberi tanévben már óvodásokat is fogadnak. Ezért az egyházmegye is igyekszik mindent megtenni. Reménykedünk, ezt így nem merem így kijelenteni, bízunk benne, tehát az jó lenne, hogyha tudnánk indítani. Türelmet kérünk ezügyben, nyilván a egyházmegye is igyekszik a maga részéről mindent megtenni, hogy ez megvalósulhasson. De még egyszer mondom, nem az egyházközségünk az építője az óvodának, hanem az Egri főegyházmegye. Tehát a magyar kormány és a magyar katolikus egyház között létrejött egy egyesség, amiben az óvoda fejlesztésről döntöttek, tehát a katolikus egyház is ebben részt kíván venni, és az érsek úr az első között ránk is gondolt karcagiakra, tehát hogy mindenféleképpen egy megtisztelő helyzet az, hogy a Györf István katolikus általános iskolához hozzá tudjuk majd építeni ezt az óvodát. Van-e már esetleg neve a leendő óvodának? Hát még ez is kialakulóban van. Hát nyilván valamelyik szentet szeretnénk majd megnevezni. Nyilván az lenne jó, hogyha valamilyen kötődése lenne, tehát hogyha eljövünk a templomba, akkor mondjuk meg tudjuk mondani, hogy ő az a szent, akiről az óvodát elnevezzük, de ez is kialakulóban van még. A plébános szerint mindenféleképp megtisztelő helyzet, hogy a Györfi István katolikus általános iskolához óvoda is tartozik majd. A neve még kialakulóban van. Tervezik majd, hogy az épülő óvodának nyilvános alapkőletétele is lesz majd. Tervezzük majd, hogy kisebb körben egy alapkőletétel majd lesz. Nyilván majd akkor értesítjük a lakosságot is erről. Televíziónk is csatlakozott ahhoz a fiatalokból álló karcagi csapathoz, akik egy nemzetközi ifjúsági program résztvevőiként francia testvérvárosunkban, Longóban tartózkodtak. A delegációt Szepesi Tibor karcag polgármestere vezette. A delegáció célja a fiatalokkal együtt a magyar és a karcagi ízek hagyományok bemutatása volt. A programban a helyiek mellett bolgár és lengyel csoportok is bemutatkoztak. A csapat a feladatot kiválóan teljesítette. Hatalmas sikert aratva mind Longóban, mind a megyeszékhelyen, Amiens-ben. Longóban vagyunk, francia testvérvárosunkban, testvértelepülésünkben, hiszen közel 20 éves az a kapcsolat, amely a két település között létrejött. A tavalyi évre tervezték a longóiak ezt a rendezvényt, de aztán a sajnálatos vírus helyzet miatt ezt is halasztani kellett.
Rajtunk kívül Longó további testvértelepülései, lengyel, bolgár települések vannak itt, és hát sajnálatosan vettük tudomásul, hogy a német, illetve az angol testvértelepülésük az ott lévő COVID-helyzet miatt nem tudott elutazni ide Longóba. Fiatalok programja van, amely most éppen zajlik itt több napon keresztül, erre érkeztek ki karcagi fiatalok is, és olyan programokon, közös programokon vesztek részt, ahol kézműves foglalkozásokon, település megismerésen kívül gyakorolhatják a nyelvet, ismerkedhetnek egymás kultúrájával. És erre a hétvégére érkeztünk mi a Városházáról egy delegáció, amely nem csak a különböző megbeszéléseket foglalja magába, hanem egyfajta gasztronómiai programot is, hiszen a tegnapi napon amilyen belvárosában, most pedig itt Longóban egy gasztronómiai fesztivál is zajlik, ahol minden település a saját ízvilágát hozta el. Mi most nem a hagyományos karcagi birka pörköltel, hanem egy másik hagyományos magyar étellel, a gulyással próbáljuk megismertetni a itt jelenlévőket, és azt kell, hogy mondjam, a tegnapi amilyeni kóstoltatás után egy óriási sikere volt ennek a gasztronómiai fesztiválnak. A megbeszélések természetesen értékelve az előző időszak együttműködéseit a jövőről is szólnak, hiszen szeretnénk tovább folytatni ezeket a testvérvárosi kapcsolatokat, különböző területekre kibővíteni, a sport, a kultúra és a gasztronómia az, amely mindannyiunkban megfogalmazódott, illetve a korosztályon szeretnénk változtatni, hiszen többségében fiatalokról szólt az eddigi testvérvárosi kapcsolat, ezt most megpróbáljuk egy kicsit kibővíteni, hiszen most is a 18-23 év közöttiek jöttek össze ezen a rendezvényen, de szeretnénk egy kicsit a senior korosztály, tehát az idősebb korosztály irányába is nyitni. Én bízom abban, hogy ez az immár hagyományosan jól működő testvérvárosi kapcsolat a mostani programmal is tovább fog erősödni. A külföldi delegációk résztvevőivel közösen a további együttműködés lehetőségeit keresve ismerkedtünk a település és a megye új vezetőivel. Az idén is jelentős kárt okozott a dióültetvényekben a nyugati dióburok fúrólégy, így a termés jóval alul marad a tavainál is. Lényegében ezen az ágon nagyon kevés dió található. Ez a fekvés kérdése is az, hogy melyik az uralkodó szélirány, vagy melyik, amelyik ugye a hideg levegőt hozza. De van olyan ág, amelyik állománynak tűrhető mennyiség van. De összességében ez egy fél termés, vagy mi annyi sem. Megfeketedett dió ehetetlen dióbél. A csonthéjas gyümölcs termesztését számos körülmény nehezíti. Köztük az Észak-Amerikából származó dióburok fúrólégy, ami az idén is jelentős károkat okozott. Bár a legnagyobb gond a vízhiány. Az idei diótermésre a kilátás nagyon rossz. Turnélik a tavasz, ami mindent megtizedelt, a tavaszi fagyok, azt a diót is megtizedelte. Később az a gyenge kilátás, terméskilátás, ami jelentkezett, ezt az aszály és az állati kártevők teszik tönkre. Itt a mögöttem lévő dióval minden elárul, ami csak létezik ma a magyar természetben. A gombabetegségek, a dió burok fúró légy talán még nem is annyira jelentős, nem jelentős a kártétele, de az aszály az nagyon mutatja a hatását. A dió egy vízigényes növény, nem véletlenül az ármenti területeken és a tiszamenti területeken vannak nagy diósok, vagy gyakorlatilag öntözött körülmények között vannak. Ezt a klímát, ami most jelenleg van, ez a dió, ez most nem tűri. Térségünkben szinte csak a kiskertekben termesztenek diót. Országosan tavaly több mint 7000 tonna dió termett, de az idén a dióburok fúrólégy és az aszály miatt kevesebb termés várható. 50-60%-ot sejtek most, de az nem azt jelenti, hogy ez a jelenlegi állapotban még nem lesz rosszabb. Tudnék a dió és más héjas gyümölcs is, mint a mandura, ráfonnyadt a fára, és a dió is mutatja jelét annak, hogy a vízhiány ez nem ad egy nagyon jó terméskilátást. A nagy gazdaságokban, ahol védekeztek, ott kisebb a kiesés. Lesz dió karácsonyra, beiglibe tudnék, aki tavaly a dió termést véletette, fagyasztóban nagyon jól lehet árulni, az előveszi, vagy
valószínűleg piacon is lesz, hiszen az őstermelők egyrészt azért biztos, hogy termeldiót eladó is lesz, és ugye itt vannak a környező országok, és importdióból biztos, hogy meg tudjuk oldani. De hogy nem lesz olcsó, az biztos. A dió az egy szezon gyümölcs, hogy így mondjam, gyakorlatilag karácsony az, amelyik a fő felvételi piaca, különösebben nem keresik a diót, addig nincs probléma a dióval, amikor majd megjelenik a december, a karácsony előtt, akkor kezdenek majd ébredni az emberek, hogy hoppá. Van. Tehát jóval kevesebb lesz a dió a piacokon. A kártevők ellen csak a vegyszeres áztató permetezés lehet hatásos, ami viszont növeli a költségeket. Tegnap lejárt a gépjárműadó második részletének befizetési határideje. Aki elmulasztotta a befizetést, még pótolhatja. A fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjármű adó bevételi számláról szóló dokumentumok kézbesítése áprilisban befejeződött. Országosan mintegy 3.200.000 gépjármű üzemben tartó érintett, ennyien kaptak elektronikusan vagy a postástól személyesen átvehető hivatalos iratot. A gépjárműadó második részletét szeptember 15-ig kellett befizetni a 410-es adónemhez tartozó 132-000-01-07-91-60-as számú NAV belföldi gépjárműadó bevételi számlára. Banki átutaláskor a közleményrovatba az adószámot vagy az adóazonosító jelet kellett beírni. Ha ez elmarad, akkor a NAV nem, vagy csak késedelmesen tudja a befizetett összeget a befizetőhöz kapcsolni, tájékoztatott a NAV. A tájékoztatás szerint, aki pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett, az fizethet banki átutalással, a levélhez mellékelt csekken, az elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító arrendszeren, az EFR-en keresztül, szintén átutalással, vagy akár az ügyfélszolgálatokon bankkártyával. Ha valaki esetleg elveszíti a csekket, akkor legegyszerűbben a NAV honlapján igényelhet újat. A pénzforgalmi számla nyitására kötelezettek kizárólag belföldi pénzforgalmi számlájukról átutalással rendezhetik a befizetést, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Karcag Televízióval. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat. Viszontlátásra!